iroda üvajtaja. Tisztaság, rend és mosolygós recepciósok fogadnak. Minden működik. Van kávé az automatában, szappan a mosdóban, nincsenek morzsák a széked alatt. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A Millás reggeli létesítménymenedzsment rovata következik. Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője, a B+N referencia ZRT. B+N. Egy élhetőbb világért dolgozunk. Nos, hát nem biztos, hogy meglepő adatokat fogunk itt elmondani, amikor arról beszélgetünk, hogy az irodapiaci kereslet elmarad a korábbi évek trendjétől, a tranzakciók száma pedig csökkenést mutat. A 2020 negyedik negyedéves adatok továbbra is tükrözik a koronavírus világjárvány miatti gazdasági szerkezet átalakulást, vagy a bekövetkezett gazdasági változásokat. Tavaly év utolsó negyed évében 38.850 négyzetméterrel bővült a budapesti modern irodaállomány. Ez annak köszönhet, hogy átadtak pár irodaházat, irodaépületet. Ugye ilyen volt a Váci Greens E irodaháza, a Servita Square és a Csalogány 43 például, vagy az Alfagon. Ezek bővítették a kínálatot, és így a fővárosi modern irodaállomány jelenleg 3,9 milliós négyzetméterűre tehető, és ezen belül csak nem 3,3 millió négyzetméter az A és B kategóriás modern spekulatív irodaterület, valamint 614.750 négyzetméter saját tulajdonú irodaház is megtalálható. Ugye ezek a legfrissebb adatok, amiket közölt a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma, 2020 negyedik negyedéves adatok. Szerintem az üresedési ráta az, ami igazán érdekes, hogyha a trendeket figyeljük meg. Ez nőtt ugyan 9%-ra, ami éves szinten 3,5% növekedést jelent, de ha megnézzük azt, hogy milyen üresedési ráta volt korábban megfigyelhető, akkor egy kicsit más már a helyzet. És azért vannak még ebben a legfrissebb adatsorban érdekességek, de majd egy pár szót mondjunk a jövőbeni trendekről is. Jó, itt azért a keresletekről az annyit érdemes megemlíteni, ugye, hogy a bruttó kereslet 86.310 négyzetmétert tett ki az utolsó negyedében, ez az előző negyedévhez képest ugyan 9%-os növekedés, de az előző év azonos időszakihoz képest 57%-os visszaesés. Igen. Hát nyilván van egy masszív visszaesés, ezt lehet látni. Erről beszéltünk korábban is, voltak erre utaló jelek, ezek az adatok, ezek nagyon frissek, ezek most jöttek ki pár napja, meg azt is, hogy egyébként, hogy a legmagasabb üresedési ráta, ez a majdnem 30%, ez az agglomerációban mérhető, és mondjuk az észak-budai alpiac, hogyha azt nézzük, hát ott még a legalacsonyabb az üresedési ráta, tehát ott kitartanak a bérlők. Na, igen. A jövővel kapcsolatban. Igen, ezt olvasgatom. Van egy pár érdekesség, amit elmondom. Hát van egy sorozat, hogy milyen lesz az irodapiac majd 4-5 év múlva, vagy jövőre, és erről beszélgetnek sokat a Portfolio.hu-n, megszólaltatnak sok mindenkit, és most Borbély Gáborral, a CBR üzletfejlesztési és kutatási igazgatójával beszélgettek, több érdekességet mondott, és az egyik az volt, hogy két ellentétes trend figyelhető meg, és az biztos ugye, hogy amiről mi is beszéltünk, hogy a rugalmas munkavégzés szerepe és az otthoni munkavégzés támogatása az növekedni fog, az ültetési sűrűség viszont csökkenhet. Azt mondják az adatok, vagy a kutatások szerint azt válaszolták, hogy az emberek többsége legalább heti pár napot szeretne bemenni az irodába, a legtöbben pénteken maradnának otthon, ami viszont ugye nehezíti az irodaterek tervezését, meg hát nyilván nem lehet az, hogy mindenki pénteken otthon marad, és akkor így ellazázza a pénteki napot, mert hát azért az mégiscsak ellentétes azzal, amit szeretnénk. De azt mondja, hogy a talprálás az gyorsabb lesz, mint amikor volt az ingatlanpiaci lejtmenet 10 évvel ezelőtt, mert hogy nem egy gazdasági válság van most, hanem egy egészségügyi vészhelyzet okozta sok. És éppen ezért a kereslet változása
meg a kínálatnak az alakulása, az meghatározó lesz ebben a szempontban. Nagyon érdekes grafikonokat mutatott meg, és az üresedési rátával kapcsolatban elmondta, hogy ugye már most 10% körül van, de még így is messze van attól a 20% fölötti aránytól, amit lehetett látni 2010-ben, 2009-2010-ben. Úgyhogy nagyok azok ezek a csökkenések, amikről beszéltünk az előbb. Igen, de csak messze vannak attól. Hát igen, csak akkor ugye valóban akkor egy olyan gazdasági válság volt, ahol nem elfogyott a pénz a rendszerből. Csak az a baj, hogy itt meg megváltoztak a munkavégzési szokások. Tehát ez lehet, hogy kisebb ütemű csökkenés, de lehet, hogy tartósabb lesz. Egyébként egy hallgató azt írja nekünk, hogy múlt is középvezetőként írom, az iroda halott. Folyamatosan jön a jelzés a csapatomból, hogy nem akarnak visszamenni, és őszintén én sem. Heti, két heti, egy nap office a jövő. Van már kolléga, aki Balatonon, más kezd helyen néz házat. Ez a jövő. Igen. Sok munkaterületen egyébként abszolút, abszolút megoldható, igen. Úgyhogy ez nem mindenki, tehát egy komoly átrendeződés lesz, mert hogy vannak olyan munkakörök, ahol egyszerűen ezt nem lehet megcsinálni. Persze. Tehát erről is érkeznek hozzánk különböző visszajelzések. Máshol meg egész egyszerűen meg lehet csinálni tényleg azt, hogy a balatoni házából dolgozik az ember. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég. Ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A Millás reggeli létesítménymenedzsment rovata hangzott el. Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője, a B+N referencia ZRT. B+N. Egy élhetőbb világért dolgozunk. Kérdez egy hallgató, hogy Beyoncé után mi fog jönni? Britney Spears, Backstreet Boys, vagy koreai fiú zenekarok. Igen, egy K-pop szerzeményt keresek éppen, és az lesz a következő óra indító zenéje. K-pop hétfő. Így van. Bocsánat, itt folytottam a szót Izrael ügyben, mert amit te akartál mondani, odáig nem jutottál el, és valóban az nagyon fontos elmondani, hogy azért jó demóország, vagy ideális, mert kis területű, infrastruktúrálisan nagyon jól lefedett, nagyon fejlett az egészségügyi ellátórendszer, mert például 5 millió dózis vakcinát tudtak gond nélkül tárolni és szétosztani mínusz 70 Celsius fokon, és a gyártók szemében pedig a legnagyobb értéke, hogy a teljes egészségügy digitalizált. Annyit el tudtam mondani, és hogy egy csomó adat rendelkezésre áll, és hogy egy ilyen kölcsönösség van, hogy és adat keletkezik, ugye? Persze. És ez pedig ugye kitüntetett figyelemért cserébe oda is adnak a Pfizernek. Persze, így van. És ez például egy teljes populáción végzett klinikai vizsgálattal felér. Igen, igen. Jó, megyünk tovább akkor hírekkel, aztán a következő órát, ha nem is K-poppal, de egy adóvilág rovattal indítjuk, és azon belül pedig ugye megyünk tovább az Ézeán térségbe, és mi lesz most? Fülöp-szigetek. Gerendi Zoltánnal és Feledi Botonddal fogunk beszélgetni erről a vidékről. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.